Minden nap megtelnek a lőállások az Utelő terén. Itt edzi tanítványait kisné Oroszi Edit is. A lövészettel gyerekként ismerkedett meg. Első versenyét rögtön megnyerte, aztán pedig sorban a többit is. Edzőként az utánpótlással szeret foglalkozni. A gyerekek, mikor nagyon jó eredményeket érnek el, akkor csillogó szemmel állnak ki a lőállásból, és azt hiszem, hogy ez minden edző álma. Egy helyezés vagy egy érem alkalmával is számára a tanítvánnyal együtt elvégzett munka jelenti a valódi örömöt. Ezért aztán minden sikerben ott van az ismétlés utáni vágy, mert mint mondja, 100 kört lőni mindenki tud egyszer, de a legjobbaknak ennél többet kell teljesíteniük. Minél több körettséget elérni egy bizonyos versenyen, tehát egy tudást megmutatni, illetve hogy egy versenyen ugyanazt meg tudja mutatni. Tehát azokat az eredményeket el tudja mérni. Edzői munkája, mint ahogy ez az utánpótlással foglalkozó szakemberekre jellemző, lényegesen több. Ha kell menedzser, intéző, stratéga és második anya is egy személyben. Versenyekről jól rá tud hangolni a versenyekre. Olyan szavakat tud, meg olyan mondatokat tud, meg olyan dolgokat tud nekem mondani, amivel le tudok nyugodni. Tanítványait nem csak olimpiai, világbajnoki és Európa-bajnoki érmekhez szeretné segíteni, hanem olyan emberként látná viszont őket, akik minden fontos és nehéz helyzetben is egyenesen, tisztességgel élnek. Egy olyan embert nevelni, aki az életben a minden területén megállja a helyét.